Iskola hívogató dalt énekelt a 13 első osztályos a tanév első napjaiban Gerjenben. Az idei tanévben a Pünkösdi Egyház fenntartása alatt áll az intézmény, így az oktatásban is történtek változások. Mint arról korábban beszámoltunk, reggelente közös imádsággal indulnak a tanórák, hetente egyszer áhítaton vesznek részt a gyerekek, továbbá a református és katolikus mellett a Pünkösdi Egyház is tart hitoktatást az intézményben. Bővült a profil, hisz alapfokú művészeti iskola is lett a gerjeni, a drámai színjátszás mellett gitártanszakon tanulhatnak a gyerekek. Ez kimondottan az egyházi új fenntartónak volt a kérése, hogy művészeti iskola is legyünk, hiszen ezzel a normatívát tudjuk növelni azokra a gyerekekre, akik ilyen alapfokú művészeti oktatásban részt vesznek. Ez nyilván segíti majd a iskolának a büdzséjét. Ezt mondta a tanév első napján az intézmény vezetője, a gyermeklétszám folyamatosan emelkedik a fejlődő községben, ahol szükség lesz az iskolára. Eddig minden évben megküzdött a megmaradásért. Gerjen polgármestere legutóbb pozitívnak értékelte a tanév eleje óta eltelt időszakot a fenntartó és az önkormányzat közötti együttműködés szempontjából. Folyamatos a kapcsolattartás az intézménnyel, a felmerülő igényeket megpróbáljuk szinte azonnal kielégíteni, amennyiben szükség van ilyenre, illetve hát nyilván az együttműködés nem csak erre a 2-3 hónapra tervezünk, hanem nagyon hosszú távra, hosszú időre. Folyamatosak a stratégiai egyeztetések is a fenntartóval, a nyelvoktatásban is történt előrelépés, tette hozzá Romhányi Károly. Én bízom abban, hogy egy kifejezetten fejlődő pályára álló általános iskolával találkozhatunk, és egészen nagy terveket próbálunk azért dédelgetni itt a településen, és nagyon örültem, hogy már a nyelvoktatásban el tudtunk mozdulni, hiszen angol nyelvoktatásra is sor kerül az intézményben, úgyhogy tényleg nagyon bizakodó vagyok az elmúlt időszak tapasztalatai alapján.